Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják. A tartalomból röviden. Új buszok a Városgazdálkodási Kft-nél. Trianoni emlékműsorra készülnek, közösen a függőségek ellen. Udvari kisház ajándékba a Barackvirág óvoda óvodásainak. Vágjunk bele! Esemény nélkül zajlott le Tapolcán az Európai Uniós választás. Nézzük az eredményeket. 12.943 fő a belföldi szavazókori névjegyzékben szereplő választópolgárok száma Tapolcán. Ebből megjelent 5.912, nem szavazott 7.030. Bélyegző lenyomat nélkül a szavazó urnába került szavazólapok száma 1 darab, lebélyegzett szavazólapok száma 5912 darab. Érvénytelen lebélyegzett szavazólapok száma 22 darab, érvényes szavazólapok száma pedig 5890 darab volt. A szavazatok 49,83%-át Tapolcán a Fidesz-KDNP pártszövetség kapta meg. 3 új buszt vásárolt a Városgazdálkodási Kft. Németországból. A korábban kialakult üzleti kapcsolatukat kihasználva még kedvezőbb árat sikerült kialakulni a korábbiaknál. A buszokat az elmúlt héten mutatták meg a helyi sajtónak. 3 új busszal gazdagodott a flottánk. A feladatok ugyanaz, mint eddig, egy kis különbséggel. Az új buszok közül már lesz olyan, aminek a forgalom engedélyébe a közúti forgalom, helyközi forgalom is szerepelni fog. Természetesen nem akarunk ezzel nagyságrendileg sok helyközi járatot meg szállítást lebonyolítani, de elképzelhető, hogy a gyerkőcöket el kell vinni Veszprémbe vagy Keszthelyre, akkor sem szeretnénk, hogy a külsős vállalkozó csinálna ezt meg, hiszen a városnak rendelkezésére állnak ezek a buszok és a buszvezetők is, és az egész apparátus kiszolgálja az ilyenfajta igényeket. Ugyanúgy, mint eddig, Rég Lajos országgyűlési képviselő segítségével és Sándor László barátunk segítségével sikerült beszerezni a buszokat, még olcsóbban, mint eddig, hiszen régebben 6000 euróért vásároltuk darabját, most pedig 5500 euróért kaptunk teljesen jó állapotú buszokat. Az élettartamunknak körülbelül a felénél, vagy még a felénél sem járnak ezek az eszközök. Én bízom benne, hogy legalább ugyanilyen minőségben, ugyanilyen hosszú ideig, mint ahogy ezt a német adományozótól kaptuk, mi is tudjuk használni ezeket a buszokat. A Városgazdálkodási Kft. Látja el a helyközi, helyi járati autóbusz feladatokat. Hogy vált be ez az új rendszer itt Tapolcán? Mi nagyon örülünk neki, hogy saját kézbe vettük, hiszen jóval rugalmasabban tudjuk megoldani például, hogyha változtatni kell a menetrenden, változtatni kell a menetrend vagy a járatok sűrűségén, és hát nem utolsó sorban olyan minőségű buszokat tudtunk most szolgálatba állítani, amiről régebben, egy-két évvel ezelőtt a tapolcai utazó közönség sem, és a buszsofőrök sem álmodhattak. Alacsony padlójú, alacsony zaj és koromkibocsátású buszokkal, Mercedes buszokkal tudunk az utazó közönség rendelkezésére állni. Szerintem jól is néznek ki, halkak is az eszközök, senkit nem zavar. Ugye azzal szoktunk mostanában viccelődni, hogy hallott, hogy jön a busz, és nem halljuk, és nem azért, mert nem jön az a busz, csak hát már ez a motor, az már nem az a motor, amit mi régen megszoktunk. Június 4-e nemzeti gyásznapunk, a trianoni békediktátum aláírásának 99. évfordulóján helyi zenészek, irodalomkedvelők, amatőr színjátszóklubtagok, diákok a Bacsányi Táncegyüttessel kiegészülve ismét előadják a Magyarnak lenni tudod mit jelent című zenés, táncos, irodalmi összeállítást. A próbák már folynak. A rendezővel, Bertalan Csabával beszélgettünk. Ismét elkezdődtek a próbák ezúttal a trianoni műsorra. Így van, hát hála jó Istennek a februári Magyarnak lenni tudod mit jelent elnevezésű zenés, táncos, irodalmi műsorunk oly mértékben lett sikeres, hogy a műsor követő napokban már felvetődött a kérdés, hogy mikor fogjuk ismételten színpadon bemutatni ezt a produkciót, hiszen akik látták, ők jelezték, hogy szeretnék újból megnézni, akik pedig nem látták, viszont hallották, hogy egy igényes, színvonalas, valóban egy a helyi közösség által produkált szellemi kincs született, azok is szeretnék megtekinteni. És akkor a kulturális kabinet tagjaival összeülve még március elején úgy döntöttünk, hogy a június 4-i
városi megemlékezés, ahol a trianoni békediktátum 99. évfordulójára fog majd Tapolca városa egy közösségként emlékezni. Ezt az emlékező műsort kívánjuk majd minél méltóságteljesebbé tenni, azzal, hogy a februárban bemutatott műsorunkat ismételten a Tamási Ára Művelődési Központ színpadán megtekintheti az, aki fogékony a magyar történelem sorsot és a mi sorsunkat befolyásoló eseményeire, amely eseményeket Vass Albert, Reményik Sándor, Tormai Cecil művein keresztül igyekezzük majd bemutatni megfelelő lelki áthatással és megfelelő zenei betétekkel színesítve. Ez egy nagyon színes produkció, több tapolcai művészeti csoport, közszereplő fog majd tevékenykedni, a tapolcai színjátszók közül fognak színpadon műveket felolvasni, irodalomkedvelők, akik egyébként nem tagjai semmilyen művészeti körnek, de több esztendeje már a Vass Albert esteken résztvevőként jelennek meg, a műsort színesíteni fogja, ahogy februárban tette, két zenekar is, a Rockinger zenekar, valamint a Bedizon zenekar, a Bacsányi Táncegyüttes tagjai csodálatos koreográfiáikkal fogják majd azon zenei betéteket színesíteni, amely zenei betétek megörökítik a 20. század tragikus vagy éppen örömteli történeti eseményeit. És hát, ahogyan megszokhatták már többen az elmúlt közeli egy évtizedben, akik az irodalmi és történelmi műsorainkra ellátogattak, nem fognak azon meglepődni, hogy a színpadon, a zenekart, több műben a Nagyboldogasszony Római Katolikus Általános Iskola diákjai fogják majd kísérni. Próbák már zajlanak egy ideje, mindenki a saját lehetőségeinek megfelelően igyekszik ezeken a próbákon részt venni. Próbák már vannak mögöttünk, és a jövő időben is szeretnénk még egy pár alkalommal összejönni a június 4-én, minél méltóbban és minél színvonalasabban tudjuk együtt közösen megemlékezni a trianoni békeszerződés 99. évfordulójáról. Kétnapos rendezvényre várták a város lakosságát a Lelki Egészségfejlesztési Központ munkatársai. Pénteken délután műhelybeszélgetés, előadás, szombaton zengölde és közösségi padfestés volt a program. A Tamási Áron Művelődési Központ adott otthont Dávid Fecó Örömök Urai című előadásának. A rendezvény a város támogatásával a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum ernyője alatt jöhetett létre. Erről is beszélt Dobó Zoltán polgármester. Polgármester úr, Tapolcán kiemelten kezelik a kábítószer kérdést, a függőségek kérdését, legyen az bármiféle függőség. Erre épül most egy kétnapos rendezvény itt Tapolcán. Így van, a KEF szervezésében tudunk újra a függőségekről, azokról a mentális és esetleg fizikai tüneteket is okozó eltérésekről beszélni, amik családokat, egyéneket vagy közösségeket tehetnek tönkre. Nagyon fontos szerintem, és mindig is ezt hangsúlyozzuk, hogy a megelőzésre helyezzük a legnagyobb hangsúlyt, önmagunk megismerésére, saját gyengeségünk feltérképezésére, szembenézésre a saját démonainkkal szembenézünk, és talán, hogyha sikerül egy-egy egyénnek egy kicsit őszintébb lenni saját magához, beismerni magával szemben azokat a hiányosságokat, gyengeségeket, amik szerintem talán mindannyiunkat jellemeznek, csak talán kicsit máshogy vagy más területen, akkor társadalomig is el tudunk indulni a gyógyulás, a rehabilitáció útján. A mai előadás is arról szól, segítséget nyújt abban, aki eljut arra a szintre, hogy esetleg magában megkeressen valamilyen kis gyengeséget, vagy javítani való dolgot, annak lehetőséget nyújtunk, egy kis kapaszkodót, lelki táplálék, és esetlegesen konkrét tanácsokat is kaphat. Tapolca városában több fórum is van, amelyik foglalkozik ezzel a kérdéssel. A Lelki Egészségfejlesztési Központ, a Kábítószer Ügyi Egyeztető Fórum, és itt van az Inkim Tér Mentálhigiénés Alapítvány is. Tapolcáros önkormányzata hogyan, miben tudja segíteni az ő munkájukat? Hát mindezek létrejöttében Tapolca város, mint egy ernyő szervezet, Tapolca város és intézmény rendszerei ernyő szervezetként borultak e fölé a hármas kezdeményezés fölé, bár semmit sem ért volna a mi ernyő szervezetünk, erőforrásaink, illetve intézmény rendszerünk, hogyha néhány lelkes
szakember, aki velünk együtt él, látja ennek a városnak a rezdüléseit, a fejlődéseit, a felfelé menő fejlődését, és esetlegesen azokat a problémákat is, amit például most kábítószer néven neveztünk meg, de nem feltétlenül itt csak a kábítószer fogyasztásról van szó, hiszen én is tőlük tudtam meg, hogy például a kábítószer fogyasztásáról szakemberek zárt intézetben gyógyszerrel 2-3 hónap alatt valakit le tudnak szoktatni. De a lelki függőség a sokkal fájdalmasabb, és sokkal tovább tart megszabadulni a lelki függőségtől, és ezek összessége, hogy a Lelki Egészség Központ, Kábítószerügyi Egyeztető Fórum, és minden egyéb szerveződés egy célt szolgál, ez pedig a lelki egészséget, hiszen hogyha valaki közel, egész, egészséges, teljes életet él, család életet, ki tud teljesíteni a szakmájában, elfoglalja magát napközben, még egy kis pénzt is keres mellé, amiből megélnek, akkor azt gondolom, hogy kevesebb kapaszkodási felülete van a kábítószernek, az alkoholnak és az egyéb függőségeknek, de hát nagyon furcsa függőségekről is hallottunk itt, mint a videófilmfüggés, vagy telefonfüggés, fitfüggés, nagyon sok mindennel kárpótolja magát a maikor embere, ahelyett, hogy egyébként egyszerűen csak élnénk normálisan. Szombaton délelőtt különös zenei kavalkádra lehettek figyelmesek azok, akik a buszpályaudvar közelében jártak. Zengölde foglalkozásra hívtak mindenkit, amit Farkas Gábor, a Zenepark mentora irányított. Előtte azonban kedves ünnepség részesei lehettek a zenélésre vállalkozók, ugyanis Tóth Gabi tapolcai énekesnő közbenjárására a Cserisk egy 300 ezer forintos hangszer utalványt adományozott a Járdányi Pál zeneiskola javára, amit Őri Jenő igazgató helyettes vett át a megnyitó ünnepségen. A tapolcai Járdányi Pál zeneiskola képviseletében, illetve a leendő kiválasztott szerencsés és tehetséges ifjú muzsikus növendékünk nevében szeretném megköszönni mindenkinek, aki ezt a fantasztikus gondolatot kitalálta, megálmodta és megvalósította. A elvárások, amelyeket megfogalmazott az adományozó, ennek megfelelően mi rövid időn belül ki fogjuk választani azt a szerencsés növendékünket, akit biztos vagyok benne, hogy nagyban fog segíteni ez a fantasztikus, értékes 300 ezer forint értékű hangszer. Nagyon szépen köszönjük! Ez egy nagyon-nagyon fontos, megható történet volt akkor, amikor megkereste az alapítványt a helyi kötődésű, tapolcainak valló, magát tapolcainak érzelmek valló Tóth Gabi, és azt mondta, hogy keressünk egy olyan közösségi rendezvényt, vagy programot, vagy intézményt, ami méltó lenne ehhez az adományhoz, akkor a Cseriszkel és a Gabival az alapítvány, az Én Képtér Alapítvány együtt úgy választotta, hogy a zeneiskola azt a magas minőségű munkát, amit ezért a városért tesz, azt a közösséget, ahova én akár szülőként is teljes biztonsággal tudom engedni a gyerekemet, megérdemli a támogatást. Úgyhogy köszönjük az iskola munkáját még egyszer. És akkor miért is vagyunk ma itt? Egyrészt itt el fog indulni nem sokára ennek a két padnak a kifestése, színesen, fiatalosan, megpróbálunk mi felnőttek ebből majd nem beavatkozni és átengedni a gyerekeknek a teret, és szeretnénk, hogyha itt ezen a téren olyan közösségi szellemiség indulna el, és akár későbbi programok helyszíne is lehet, ahol biztonsággal lehetnek együtt, akár a gyerekek is, de természetesen a felnőttek is használják bátran, és körünkbe köszönhetjük Farkas Gábor zeneterapeutát, aki hol van, Farkas Gábor zeneterapeutát és a kollégáját, Dián Tibort, akik elhozták nekünk az Zengölde programukat, hogy ha már közösség és zene szeretete, akkor a mai nap lesz egy ilyen közös zenélés a programunk. Az ünnepélyes megnyitó után kezdetét vette a közösségi együttlét zenéléssel és két köztéri pad színesre festésével, hogy jelezzék, ez az a hely, ahol a jövőben hasonló akciókra számíthatnak a Lelki Egészségfejlesztési Központ kezdeményezésére. Thank you.
Egész héten gyermeknapi rendezvények várták a kicsiket a kertvárosi óvoda Barackürák tagintézményében. A hét csúcspontja múlt héten pénteken volt, amikor délután a gyermekek nagyszabású ünnepség keretében vették birtokba a szülőktől kapott udvari játékokat. A kicsiket és szüleiket Gáspár Györgyné tagintézmény vezető köszöntötte, és kívánt mindenkinek jó szórakozást. Nagyon büszkék vagyunk a gyönyörű udvarunkra, de ahhoz, hogy ez így is maradjon, mindig szükség van az újításokra, fejlesztésekre, állammegóvásokra, ami ebben az évben is az önök segítségével maradéktalanul megvalósul. Nektek gyerekek pedig azt kívánom, hogy játszatok sokat, próbáljatok ki minden jó játékot, aztán esztendőre vagy kettőre nagyok lesztek, és ki lesztek a legjobb emberek a földkerekén. Dobó Zoltán polgármester köszöntője után a gyerekek birtokba vették az új udvari kuckókat, a fagyis házikót és a játéktároló faházat. Ezután a Nyíregytyű együttes muzsikált. A hangulat és a remek zene táncba hívta az ünneplő sokadalmat, akik aztán kitáncolták az ovi május fáját is. Szülők egy csoportját képviselve Puskás Ákos további udvari játékokkal lepte meg az ovisokat, akik ezután süteményektől roskadozó asztalok mellett ünnepeltek tovább. Hallgassák meg rövid híreinket! Az elmúlt hét csütörtökének délutánján a viharos erejű szél megrongálta a belvárosi irodaház tornyát. Egy nagyméretű falemez szakadt le, és néhány árnyékoló lamella is az utcára hullott. Személyi sérülés baleset nem történt. A kiérkező tűzoltók, akiket Dobó Zoltán polgármester hívott ki, biztosították a helyszínt és leszedték az épületről azokat a fa elemeket, amelyek nagy valószínűséggel egy következő nagy széllel járó időjárás alkalmával leestek volna. A polgármester azóta Facebook oldalán arról tájékoztatott, hogy tárgyalt a felújítást végző céggel, akinek ügyvezetője ígéretet tett arra, hogy megjavítják az irodaház megsérült tornyát.
elhozta az első díjat a Bacsány János Gimnázium 5 tagú csapata a Veszprémben megrendezett vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenyről. Korábban egy országos versenyen is remekeltek. A tanulókat Szabóné Takács Mária, iskolai védőnő készítette fel a megmérettetésekre, írja a Tapolcai Újság. Egy országos online formában elindult elsősegély versenyen Vitus Kata, Csonga Adrien és Minorics Kata alkotta hármas, 75 csapat közül kiválasztva jutott be a budapesti döntőbe, ahol a 10 legjobb csapat között a középmezőnyben a 6. helyen fejezték be a versenyt. A napokban Veszprémben megrendezett vöröskeresztes elsősegélynyújtó versenyen rendkívül hasznosnak bizonyultak a fővárosi versenyen megszerzett tapasztalatok, a megye legjobbja lett ugyanis a Vitus Kata, Csonka Adrien, Piros Virág Rebeka, Vers Lili és Minorics Kata alkotta Bacsányis csapat. Tavaly a Szász Márton általános iskola diákjai Ajkáról hozták el a szavaló verseny első és második díját. Idén, május 15-én Balatonfüreden megismételték a bravúrt. 9 tankerületi intézményből 51 tanuló mérte össze tudását és képességeit a napokban lezajlott balatonfüredi szavaló versenyen. A megmérettetés első helyezettje Pőce Tamás, 4. osztályos tanuló lett, a verseny második helyét pedig Gyenes Kármen, 4. osztályos tanuló szerezte meg. Mindkét tapolcai diákot Horváth Lászlóné készítette fel a versenyre. Megosztott 2. helyen végzett Orsós Veronika, 5. osztályos, Fekete Ferencné tanítványa. Külön díjat ért Horváth Szabolcs Dániel, 5. osztályos tanuló szavalata. A fiúval Vince Judit pedagógus foglalkozott a versenyt megelőzően, olvashatjuk a Tapolcai Újságban. Kedves nézőink, köszönöm figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!